Holnap 9 órára hívtam össze a Városi Képviselőtestület 5. rendes ülését, amelynek napi rendjén 45 pont fog szerepelni. Mindenképpen a legfontosabb a jövő évi költségvetés elfogadása. Fontosnak tartom azt kiemelni, hogy az ígéretemhez híven még karácsony előtt megtörténik a költségvetés elfogadása. Ezt azért tartom jelentősnek, mert ha áttekintjük az elmúlt évek gyakorlatát, akkor arra a megállapításra kell jutnunk, hogy az elmúlt 14 évben mindösszesen egy alkalommal fordult az elő, hogy ne az utolsó napokban fogadja el a Városi Képviselőtestület a jövő évi költségvetést. Az elmúlt 14 évből, a tavalyi évet leszámítva, minden alkalommal december 27-e és 30-a került elfogadásra a költségvetés. A költségvetésre egy picit részletesebben is ki fogok később térni. Azt megelőzően szeretném áttekinteni, hogy mi fog még napi renden szerepelni. 3 részletes szabályozási terv. Az egyik a Szabadka-Zente és Szabadka-Szeged vasútvonal által határolt területre vonatkozik. Itt a gázvezeték áthelyezésére kerül sor egyrészt, másrészt pedig a Zentai út és a Györgyenát-Orsevics utca találkozásával kapcsolatban fog módosításra sor kerülni. A másik részletes szabályozási terv a Belgrád-Szabadka vasútvonal által határolt területre vonatkozik. Ezzel kapcsolatban a legfontosabb az, hogy a városi börtön kihelyezése fog kerülni erre a területre, ami azt gondolom, hogy teljes mértékben megalapozott és logikus. Nincs helye a börtönnek a város legszűkebb központjában, ugyanakkor az a terület, illetve az az épület föl fog szabadulni más odaillőbb tartalmak megvalósítása érdekében. A harmadik részletes szabályozási terv a Szentkútra és környékére vonatkozik, ahol újabb egyházi létesítmény kiépítésére kerül majd sor. Ez egy evangélikus komplexum lesz, ezen kívül pedig az a kegyhely, amely a katolikusok és a pravoszlávak számára egyaránt fontos, meg fog újulni, illetve hát a környezete fog megújulni. Ezen kívül elfogadásra kerül majd a foglalkoztatási terv, és számos személyi jellegű döntés meghozatalára is sor kerül, ugyanis december végén lejár a 4 éves mandátuma több igazgató, illetve felügyelő bizottságnak, többek között az idegenforgalmi szervezetben, a szabadkai piacokban, az állatkertben, kortárs galériában, a gyermekszínházban, a levéltárban, a Lifka moziban, a Városi Múzeumban, a gyógyszertárakban, a Danilo Kis Alapítványban, az Expectóban, a Rehák László Alapban. Több közvállalatnak a működési programját is módosítani fogja a Városi Képviselőtestület. Ez a köztisztasági közvállalat, a regionális depónia, a stadion és a Park Palics Kft. Ezen kívül 2 képviselőtestületi bizottság mandátuma jár le, ezzel körvonalazódik a teljes új struktúra, ugyanis a többi esetében már megtörtént az új tagoknak a kinevezése. Most pedig lévén, hogy senkinek a mandátumát nem rövidítettük le, és megvártuk, hogy lejárjon a mandátum, az egészségügyi tanácsban és az inspekciókat koordináló bizottságban fog megtörténni az új tagoknak a kinevezése, ezen kívül pedig számos iskola szék tagjainak a kinevezésére, megválasztására fog sor kerülni több szabadkai általános és középiskolában.
Ami a költségvetést illeti, azt gondolom, hogy egy reális javaslat fog a városi képviselők elé kerülni holnap, amelyet felelősségteljesen tervezett a városi közigazgatás. A bevétel 5,7 milliárd dinárban került megállapításra, a kiadási oldal pedig 6,1 milliárd dinárt tesz ki, ami azt jelenti, hogy a költségvetési hiány 414 millió lesz, ami a törvény által meghatározott kereteken belül fog mozogni. Ezek a bevételek, illetve kiadások elmaradnak a pótköltségvetés szintjén tervezettekkel, és jelentősen elmaradnak a tavaly ilyenkor 2020-ra tervezett bevételektől, illetve kiadásoktól, de hát időközben gyökeresen megváltoztak a körülmények a járványhelyzetnek köszönhetően. Fontos azt elmondani, hogy számos nagy beruházásra komoly eszközöket terveztünk a költségvetésben, annak ellenére, hogy sok beruházás nem valósulhat ebben a helyzetben meg, de azért a Népszínház felújítására, az Akvaparkra, a Kolefkára és a Gerontológiai Központ befejezésére biztosítva vannak az eszközök, ezen kívül pedig több kisebb beruházás is meg fog valósulni. Amit fontosnak tartok, az az, hogy a művelődéssel, tájékoztatással, környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek támogatására is beterveztünk pályázati eszközöket. Ami a költségvetés bevételi oldalát illeti, a legjelentősebb tétel a fizetések, a bérek után fizetett adó, amelyet 2,9 milliárd dinárban határoztunk meg, 1,2 milliárd dinárban pedig a vagyonadóból befolyt összegek kerültek betervezésre. Minden önkormányzat nagymértékben függ a bérek után fizetett adók megvalósításából, éppen ezért abban vagyunk érdekeltek, és azért szurkolunk, hogy a Szabadka területén működő cégek a vírushelyzet dacára is megfelelően tudjanak működni, ne kelljen elbocsátásokat eszközölniük, és megfelelő gazdasági tevékenységet tudjanak kifejteni, hiszen ez ezeknek a cégeknek is az érdeke, de a városnak is az érdeke.